Szia! A videómagazin festős számába ezt a képet fogom megfesteni egy 40x40-es vászonra. Ezt a képet itt a videó mellett le is tudod tölteni. Egyszer úgy, hogy ahogy itt is látod, hogy egy 20x20-as méretben. Hogyha így töltöd le, akkor kétszeres nagyításban pont kifér erre a vászonra. Illetve megcsináltuk ezt a letölthető anyagot úgy is, hogy 4 darab A4-es lapra nyomtattuk ki. Megláthatod az alját, és itt van a képnek a teteje, és akkor itt pont ugyanakkora lesz a kép, mint a vászon, tehát nem kell nagyítanod az előrajzoláskor és a festéskor. Hogyha ezt így kinyomtatod, akkor érdemes azt megcsinálni, hogy hátulját összeragasztod. Itt az ilyen össze van ragasztva a hátulja. És akkor pont akkora lesz a referenciafotó is, mint a vászon, és nem kell nagyítanod. Mielőtt nekiállunk festeni, azt mindenképp szeretném elmondani, hogy ez a képnek a megfestése nem a legkönnyebbek közé való. Egyrészt azért, mert csak tájképi elemek vannak ezen a képen. Mindig könnyebb egy olyan tájképet megfesteni, amin van valami konkrét ember alkotta dolog. Tehát vagy egy híd, vagy egy út, vagy egy épület. Mégis akkor miért választottam ennek a képnek a megfestését? Az 3 dolog, ami miatt ezt választottam, hogyha festőtanfolyamokon valaki egy ilyen jellegű képet választ, akkor rögtön az az első kérdése, hogy ennél a képnél mi az, amit előrajzoljak? Mit rajzoljak elő, és mi az, amit megfessek? Nagyon sokszor hallottam már azt, hogy ezt a részét nem rajzolom elő, majd festésnél megcsinálom. Pedig én azt gondolom, hogy ha még valaki kezdő festő, akkor érdemes jól előkészíteni a képet, mert akkor könnyebb lesz a festés. Tehát azt szeretném majd megmutatni, hogy egy ilyen jellegű képnek hogyan érdemes nekiállni, hogyan érdemes előrajzolni és előkészíteni. A második, ami miatt ezt a képet választottam, az, hogy azt szoktam látni, hogy egy ilyen jellegű képnek, mint aminek itt a háttérben ezek a közeli sűrű falombok vannak fotózva, hogy nehéz ezeket a részeket megfesteni. És azt is meg szeretném mutatni, hogy egy ilyen résznek hogyan állj neki. A harmadik, ami miatt ezt a képet választottam, hogy nagyon jól meg lehet mutatni ezen a képen keresztül, hogy mi a festésnek a lényege, azaz minek kell fejben történnie, mire kell figyelned festés közben, hogy ez a kép jól sikerüljön. Én azt gondolom a festésről, hogy mielőtt az ember nekiáll festeni, mindenképp előnyt jelent az, hogyha már valaki tud rajzolni. Nem feltétlen, de mondjuk nagyobb sikerélményed lesz, és szebb képeket tudsz festeni akkor, hogyha már előtte tudsz rajzolni. És nem azért kell megtanulni először rajzolni, mielőtt az ember nekiáll festeni, hogy előrajzolja a képet, hiszen majd én is mindjárt fogok mutatni egy olyan másolási technikát, hogy ezt a képet hogyan lehet átvarázsolni a vászonra. Tehát ilyen semmilyen tudás nem kell hozzá, egy nagyon manuális dolog, amit majd mutatni fogok, hogy ezt a képnek a vonalas rajzát hogyan lehet átmásolni. Hanem ami miatt érdemes megtanulni rajzolni a festés előtt, az, hogy amikor a rajztanfolyamon tanuljuk a negatív és a pozitív tereknek a fogalmát, vagy a használatát, hogy ezt hol és hogyan lehet használni, és azt kell megtanulni a tanulóknak, hogy a vonal megfigyelésről hogyan tudnak áttérni a formák megfigyelésére. Mindig zárójelben megjegyzem, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, tehát van, akinek több óra, vagy akár egy nap is kell arra, hogy azt a nézőpontváltást meg tudja csinálni, hogy a vonalak helyett a formákra figyeljen. Tehát, hogy ezt a formafigyelést, amit ott tanulsz, ezt kell használni itt a festésnél is. Festésnél ezeket az egyszínű formákat kell figyelned. És egyébként, amit a rajzolásban, amikor ezt az egyszínű formák figyelését
gyakorlod, az igazából nem más, mint a tónusozás. És a tónusozás az, ami előkészíti azt, hogy te majd később tudjál festeni, és meglásd ezeket a tónusbeni, színbeli különbségeket egy festésnél is. Amit itt most szeretnék megmutatni ebben a videóban, az az, hogy annak ellenére, hogy nem tudsz, tegyük fel, hogy nem tudsz még rajzolni, megmutatom azt ezen a képen, hogy mi az, amit látnod kell, mi az, amit meg kell figyelned, mielőtt ennek a képnek nekiállsz, és majd egy ilyen fekete filctollal fogom körbe karikázni ezen a képen, hogy mik azok a formák, amiket észre kell venned, mik azok a momentumok, amiket meg kell rajzolnod, amiket elő kell rajzolnod, amiket elő kell készítened, ahhoz, hogy utána már sokkal gördülékenyebben menjen a festés.